Sziasztok! Ti a RetroTech Hungary YouTube csatornáját nézitek, engem pedig Balázsnak hívnak. Az utóbbi időben elég sok kínai tervezési hifi eszközt teszteltem a csatornámon, és az az általános benyomásom róluk, hogy általában kiváló árérték arányt képviselnek. Ezek a gyártók rájöttek arra, hogy nem hazai pályán kell megverni a patinás nyugati gyártókat, már ha léteznek még ilyenek, főleg, hogy a nagy többségük amúgy is Kínában bérgyártatja a termékeit. Szóval, amivel ők versenyezni tudnak, az a korábban említett árérték arány mellett a termékfejlesztésbe belepakolt mérnöki munka minősége, és ennek az előtérbe helyezése a termékmarketing során. Nekem úgy tűnik, hogy az a stratégiája ezeknek a cégeknek, hogy kitűznek egy objektív módon is igazolható minőségi célt, és ennek rendelik alá az egész termékfejlesztést. Ugye évtizedekkel ezelőtt még az volt a trend a Távol-Keleten, hogy hát meglehetősen túltolták a műszaki paramétereket, és például így fordulhatott az elő, hogy egy fél kilós kínai boomboxra rákerült a 100 watt PMPO felirat, ami hát nyilvánvalóan ordas nagy hazugság volt. Ez a trend mára már teljesen megfordult, ami annak is köszönhető, hogy az interneten nehéz elbújni a kamu paraméterek mögé. Tehát a mai távol-keleti hifi termékek zömében kiváló mérnöki teljesítmény eredményei, mind az objektíven mérhető műszaki paramétereket, az összeszerelés minőségét, vagy a felhasznált alkatrészek minőségét illetően, mind az általános hangminőséget figyelembe véve. Ez alól nem kivétel a mai videóban tesztelésre kerülő Gusterd X18-as DAC sem, amelyet ismét az Auside Audiótól kaptam tartós tesztelésre. Erről lesz szó tehát ebben a videóban, rögtön a főcím után. A DAC egy nagyon egyszerű, sallangmentes kartondobozban érkezett, alaposan becsomagolva. A dobozt kinyitva a DAC mellett megtalálhatóak a szokásos kiegészítők, egy IEC tápkábel, egy igényes USB kábel aranyozott csatlakozókkal, a Bluetooth vevő antennája, valamint egy garanciakártya is. Természetesen kapunk egy távirányítót is a DAC mellé, amely továbbra is egy nagyon alap, de határozott nyomásponttal rendelkező és viszonylag hangosan kattanó gombokkal operáló darab. A távirányító két AAA-s elemmel működik, amelyet a csomag nem tartalmaz. Természetesen mind a távirányítóval, mind a DAC előlapján található gombokkal az összes funkció elérhető és irányítható. Design szempontjából a DAC mondjuk úgy, hogy a skandináv iskolát követi, egy egyszerű vonalvezetésű hasábról van szó, amelyet az előlap szélein finoman lekerekítettek. Az eszköz egyébként fekete vagy ezüst színben kapható. Az előlap 8 mm vastag alumíniumból van megmunkálva, de a ház többi része is masszív, vastag fémből lett kialakítva. Külön megemlíteném a lábakat is, amelyek nem csak valamilyen random öntapadós szilikon gumiból lettek felragasztva, hanem azokat is szépen megmunkált alumíniumból faragták ki, az aljukon egy-egy gumibetéttel, hogy ne karcolja össze a hifi állványunkat. Én nagyra értékelem, ha egy gyártó odafigyel a részletekre, és egy másik példa erre a csatlakozókat takaró, puha, szilikon porvédő gumidugók, amelyeken az eltávolításukat segítő pöcköket alakítottak ki, így végre nem szakad le a körmünk akkor, amikor ezeket leszeretnénk venni. Az előlapon találhatunk egy bekapcsoló gombot, egy fehér OLED kijelzőt, valamint egy két irányban tekerhető enkódert, amelynek a közepében még egy nyomógombot is integráltak. A kijelző fényereje nem túl erős, egy sötét szobában maximumra csavarva sem fog megvakítani bennünket, de ennek ellenére nem ártott volna, ha a fényerőt egy kicsit még feljebb lehetne tekerni. Egyébként a kijelző fényereje a menüből állítható, de erről majd később.
A DAC hangere -90 és 0 decibel között 1 decibeles lépésekben változtatható, akár a korábban említett tekerőgomb segítségével is, de ugyanezzel a gombbal tudunk a menüben is navigálni, amennyiben nem a távirányítót használjuk erre a célra. A hátlapon megtalálhatjuk a szokásos arzenát, már ami a ki- és beveneteket illeti. A bal oldalon helyezték el az egy pár teljesen szimmetrikus XLR, valamint az egy pár single-ended RCA kimeneteket. A bemenetek tekintetében megtalálhatjuk az i4Z-es bemenetet egy HDMI hajzat képében, egy szabvány szimmetrikus ASFU digitális bemenetet, azután a koaxiális és optikai digitális bemeneteket. Ezeken kívül találhatunk még egy 5.0-as verziói Bluetooth antenna csatlakozót és az USB-B bemenet hajzatát is. A sort egy szabvány IEC tápcsatlakozó, a cserélhető olvadóbiztosíték tartója és a bekapcsológom zárja. Az i4Z-es bemenet lábkiosztása a menüből nem konfigurálható, ami esetleg problémát okozhat, ha valami nagyon egzotikus eszközt szeretnénk ilyen módon a dakunkhoz csatlakoztatni. Ez persze az esetek nagy százalékában egyáltalán nem fog gondot okozni. Én is próbaképpen összekötöttem a DF Robot DAC-om i4Z-es kimenetét a Gaster DX18-as bemenetével egy szabvány HDMI kábelen keresztül, és csont nélkül együtt működtek. A DAC funkcionalitása is teljes körű, tehát elbánik az összes elképzelhető digitális hangformátummal, amelyet a képernyőn látható táblázatban foglaltam össze. A DAC menüje végtelenül egyszerű, nem kell hosszasan bolyongani a beállítások között, minden lehetséges beállítás egy képernyőn elfér. Az első menüpontban a 7 darab PCM aluláteresztő szűrő közül választhattok. A következő menüpontban azt választhatjátok ki, hogy DSD forrás lejátszása esetén hány kHz-nél legyen a formátumhoz tartozó aluláteresztő szűrőnek a vágási frekvenciája. A következő menüpontban a túlmintavételezést tudjuk be- és kikapcsolni. Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor gyakorlatilag a DAC véges impulzusválaszú szűrőit iktathatjuk ki, és a jelünket kizárólag a végtelen impulzusválaszú szűrőn keresztül fogjuk átvezetni. Ezt a funkciót akkor érdemes bekapcsolni, ha a digitális forrás jelünket eleve minimum 8-szorosan túlmintavételezve kapja meg az eszközünk. Nem hinném, hogy ez a beállítás sokunknak releváns lenne, hiszen ehhez kellene a DAC elé egy digitális-digitális átalakító, amely eleve túlmintavételezett jelet képes küldeni a DAC-unkba, vagy például egy olyan CD lejátszó, amelynek a digitális kimenetén legalább 8-szorosan túlmintavételezett jel jelenik meg, de minden esetre akár az ilyen niche igények kiszolgálására is képes ez a DAC. A következő menüpontban azt állíthatjuk be, hogy a DAC-ban található 5.0-as Bluetooth vevő folyamatosan be legyen kapcsolva, vagy csak akkor, amikor a Bluetooth bemenet van éppen forrásként kiválasztva. Az ezt követő menüpontban a kimeneti jel fázisát invertálhatjuk. A Display menüpont segítségével beállíthatjuk azt is, hogy a kijelző folyamatosan be legyen kapcsolva, vagy az utolsó műveletet követően 10 másodperc elteltével az kapcsoljon ki. Természetesen ebben az esetben a kijelző mindig fel fog újból éledni, amikor bármilyen műveletet végzünk a DAC-on. Az utolsó menüpont segítségével a DAC kijelzőjének a fényerejét változtathatjuk 8 lépésben. Életem, csend a hangom, napot akartam, elégett minden. Életem álom árnyék, csak te ragyogsz még, csak te ragyogsz még, csak te ragyogsz még, gyönyörű kincsem. A bevezetőben említett mérnöki munka minőségét két módon is igazolni lehet.
Egyrészt, aki szereti a mérés pornót, annak javasolnám Amir cikkét az audioscience-review.com oldalon, ahol részletes mérési adatokat találhattok a Gaster DX18-as DAC képességeiről. A link megtalálható a videóm leírásában is. A mérésekből az látszódik, hogy ez a DAC jelzajviszony, linearitás, torzítás és jitter szempontjából tankönyvi példa. A jitter egyébként az USB bemenetet használva a legalacsonyabb, de az optikai és koaxiális bemeneteken is bőven a hallható tartomány alatt marad. A mérésekből az is kiderült, hogy a gyári Elfest alulátteresztő szűrőbeállítása a legoptimálisabb ehhez a DAC-hoz. A másik módja a mérnöki munka minőségének az igazolására az az, ha belekukkantunk a DAC belsejébe, és megnézzük, hogy milyen minőségű alkatrészekből és hogyan építették meg azt. Amikor ezt megtettem, akkor rögtön világossá vált a számomra, hogy minek köszönheti ez a DAC a state of the art mérési eredményeket. Én úgy gondolom, hogy egy Delta Sigma DAC chip köré ennél szofisztikáltabb elektronikát nem nagyon lehet építeni. A tápellátásért egy öklömnyi méretű torai transzformátor felel, amely mellé összesen 8800 mikrofarádnyi összkapacitású kondenzátorral biztosítják a megfelelő szűrést, illetve pufferelést. Több egymástól független tápregulátort alkalmaznak a tápegységben, több szintű elcsatolással, hogy a táp felől érkező interferenciát minimális szinten tartsák. Mindenfelé jó minőségű VIMA és Nichicon kondenzátorokat találhatunk. A digitális bemenet egy transzformátoron keresztül galvanikusan is le van választva az elektronika többi részéről, a digitális bitek újraidőzítését pedig két akuszilikon AS318B oszcillátor végzi, amelyek femtomásodperces pontossággal üzemelnek. A DAC szíve egy ISS 9038 Pro DAC chip, amely egy hűtőborda alatt kapott helyet a nyáklapon. A DAC chip áramgenerátor jellegű kimenetén az áramfeszültség átalakítást 8 darab Texas Instruments OPA 1612-es műveleti erősítő végzi, valamint az analóg kimenetek kapcsolását japán Nexen márkájú miniatűr relékkel oldották meg, amelyeknek a kontaktusai aranybevonatú ezüst ötvözetből készültek. Szóval, amikor elspórolnak valamit, az határozottan nem ilyen. Természetesen, ahogy mindig, közvetlenül nem a mérési eredményeket vagy a kiváló minőségű alkatrészeket hallgatjuk, szóval kíváncsi voltam arra, hogy hogyan teljesít a Gaster DX18-as az eddig amolyan referenciaként használt SMSL DO200-asomhoz képest. Ahogy máskor, úgy most is a szokásos összehasonlítási metódusomat használtam. Ha még nem láttad az ezzel kapcsolatos videómat, akkor kattints a képernyődön a felugró kártyára, vagy a videó alatti leírásban ennek is megtalálhatod a linkjét. Szóval, amikor legutóbb a Musician Audio Draco DAC-ja nálam járt, és hát annak ellenére sem mutatott nagy különbséget a DO200-ashoz képest, hogy az egy teljesen más topológiával rendelkező DAC, elég elbizonytalanodtam, hogy talán az $1000 alatti kategóriában igazából kimaxoltunk mindent, amit ennyi pénzből hangminőség tekintetében ki lehet hozni, valamint azon is gondolkodtam, hogy talán a teszteléshez használt rendszerem képességei is eddig a szintig érnek fel. Ellenben, amikor az irodámban először rákötöttem a Gustert DAC-ját a szerényebb rendszeremre, hogy egy kicsit bejárassam azt, már akkor is az az érzés fogott el, hogy ezen a viszonylag olcsó rendszeren is, mintha határozottan másként szólnának a dolgok, mint ahogyan szoktak persze a jó értelemben. Ezután egy hétig ismerkedtem a DAC-kal, majd következett a nappalimban az összehasonlítás a DO200-assal. Amikor elindítottam Jabe Magic Stack című számát, eléggé megdöbbentem, mert teljesen arra voltam felkészülve, hogy hát ez a DAC is beáll majd abba a sorba, amit a többi topping és SMS-el DAC is képvisel, miszerint tényleg nagyon jól szólnak, transzparensek, dinamikusak, de igazából szinte ártól függetlenül ugyanazt a minőséget hallgatjuk, nagyon minimális vagy inkább nem létező differenciával az egyes eszközök között. Nem is nagyon tudnak ugye máshogy szólni, ha ugyanazon tervezési elvek mentén hasonló alkatrészekből tök egyforma mérnöki megközelítéssel készülnek. Ezzel szemben a Gustert a DO200-zal összevetve határozott eltéréseket mutatott. A DO200-ashoz képest a Gusternek a mélyei sokkal feszesebbek és kontrolláltabbak, ami azért is meglepő, mert eddig azt gondoltam, hogy a DO200 elég jó ezen a téren, és hát igazából mi mindig ez a véleményem róla, de az X18-as rá tudott erre tenni egy lapáttal,
amit a masszívan túltervezett lineáris tápegységének tulajdonítok. A Fine Audio F502-es hangsugárzaim amúgy is könnyen kibillenthetőek ilyen szempontból, mert hajlamosak túlartikulálni és hömpölygővé tenni a mélyhangokat, ha az előtte lévő elektronika vagy az éppen hallgatott hangfelvétel ezt forszírozza. Kivételesen a magas hangtartománnyal folytatnám, mert az viszont teljesen egyforma a két dag között. Ezen nem is csodálkoztam, hiszen az aluláteresztő szűrő, amely esetleg ezt érdemben befolyásolhatná, ma már a DAC chip része, ami valószínűleg hasonló módon van megvalósítva az SMSL DO200-asba épített ISS DAC chipekben, ahogyan az a Gusterben található ISS Pro DAC chipben is van, szóval igazából mitől is lenne más. A Gaster DAC esetében a középtartománya az, ahol a varázslat történik. Szóval a Magic Stack című notában a legfeltűnőbb az volt, hogy amíg az énekes hangja a DO200-ast használva nem csak a hangszórok között, a képzeletbeli színpad közepéről szól, hanem egy kicsit a hangsugárzók felől is, addig a Gaster DX18-as tökéletes precizitással helyezte el az énekest a színpad közepére, amit olyan érzésem támadt, mintha a rendszerembe egy center sugárzó is be lenne integrálva. Persze ez a dolog erősen felvételfüggő is, hiszen nem minden hangfelvétel rendelkezik ilyen szintű holografikus kiterjesztéssel. Minden esetre ugyanezt tapasztaltam a Vanessa Fernandez I Want You című számának, vagy a Think Nothing Is Ever Finished című számának a hallgatásakor is. Ha megfelelően jó minőségű felvételt pakoltam a Gaster dalá, akkor az énekes és a hangszerek pozícionálása szempontjából felmosta a DO200-assal a padlót, bár az is igaz, hogy a rosszabb minőségű felvételeknél ez az előny gyorsan elolvadt. A Gaster középtartománya hallhatóan részletesebb is, és bár a színpad talán nem olyan széles, nem igazán nyúlik túl olyan mértékben a hangsugárzókon, ahogyan azt a DO200-asnál tapasztaltam, de a hangkép pontossága és a hangszerek télbeli elhelyezése egyértelműen a Gustert legnagyobb erőssége. Szóval az a kérdés, hogy megéri-e ez a DAC azt a felárat, amit mondjuk a DO200-asra kell rádobni, és a válasz egyértelműen az, hogy igen. Amíg általában ezek a kínai DAC-ok a 300 és 1000 dollár közötti árszegmensben nekem elég egyformának tűnnek hangminőség szempontjából, addig a Gaster X18-as ki tud tűnni ebből a tömegből, és rájuk tud licitálni. A megépítés minősége, a felhasznált alkatrészek gondos kiválasztása és a kompromisszumoktól mentes mérnöki szemlélet mind azt sugallják, hogy ez a termék inkább már a high-end belépő szintje, mintsem a hi-fi teteje, és ez a termék minden részletében ezt az üzenetet sugározza. Eddig, ha valaki azt kérdezte, hogy melyik DAC-ot ajánlom ebben az árkategóriában, akkor azt válaszoltam volna, hogy 300 és 1000 dollár között igazából bármelyiket. Mindegyik jól van megépítve, nagyon jó hangot és stabil működést kínál a pénzünkért. Annak a fényében, amit a videóban szereplő DAC kapcsán tapasztaltam, a kérdésre a válaszom most már egyértelműen a Gaster DX18-as lenne, mert a hangja abszolút kitűnik a többi közül. Most már csak az a kérdés, hogy a jövőben lesz-e a Delta Sigma DAC-ok között valami elég jó ahhoz, hogy borsot törjön a Gaster X18-as orra alá. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én kíváncsian várom. Ha van bármi kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon, vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket! Életem, csend a hangom, a napot akartam, s elégett minden. Életem, álom árnyék, csak te ragyogsz még, csak te ragyogsz még, csak te ragyogsz még, gyönyörű kincsem. Életem, csend a hangom, a napot akartam, s elégett minden. Életem, álom árnyék, csak te ragyogsz még, csak
te ragyogsz még, csak te ragyogsz még, gyönyörű kincsem.